Kívülállóként, laikusként figyeli az ember az orvostudományt, annak a fejlődését, a diagnózis lehetőségeit, akkor azt veszük észre, hogy rohamosan fejlődik. Manapság már egy gombos tűfejnyi elváltozást is ki tud mutatni, egy speciális, mondjuk a PET-CT. Hol tart az orvostudomány tekintetben? Természetesen kifinomult képalkotó eljárások állnak rendelkezésre, amik látszólag nagyon kicsi elváltozásokat is meg tudnak állapítani a test különböző részeiben. Ugyanakkor, hogyha abból indulunk ki, hogy a betegségek jelentős részét a központi idegrendszer nem megfelelő működése okozza, akkor ezek a képalkotó diagnosztikai módszerek nem látnak bele a központi idegrendszerünk lényeges mikro részeibe. Az idegrendszerünk működése meghatározhatja az immunrendszerünk egészséges működését is. Gyógygombák a bélrendszeren keresztül olyan változásokat hoznak létre, a bélbaktériumok olyan állományát alakítják ki, amelyek ápolják és aktiválják a központi idegrendszer működését, és a központi idegrendszeren keresztül a tápcsatorna idegrendszerének a működése is egészségesebbé válik, tehát képes lehet például a reflux idegrendszeri eredetű okainak a megszüntetésére. Tehát a diagnosztika itt még nem tart, hogy az okokat feltárja, és hogyha csak azt tárjuk fel, hogy diagnosztizálunk valakinek egy izületi gyulladást, és nem tudjuk az okát, mondjuk egy paraszimpatikus idegrendszer legyengülését, akkor igazából olyan gyógyszereket kénytelen szedni a beteg esetleg élete végéig, amik jelentős mellékhatással rendelkeznek, és nem az okokat szüntetik meg, hanem csak enyhítik a tüneteket. Ha velünk maradnak, akkor néhány perc múlva kiderül, hogy mi az a legkorszerűbb diagnosztikai lehetőség, eljárás, amire igazán hallgatnunk kellene.